Így néz ki most kívülről az egykori mancóvoda. A több mint 100 éves épületet az elmúlt egy évben újították fel, a jövőben pedig új funkciót kap. Ez egy 32 férőhelyes bölcsöde lesz, július 1-től fog menni 4. Mégpedig Manc mini bölcsöde néven. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át az elmúlt időszakban, és szinte teljes egészében megújult. Óvi helyett azonban bölcsödeként funkcionál majd a jövőben. Egészen pontosan július 1-től, addig azonban még be kell rendezni kívül és belül is. Még az udvar van hátra, amit tavasszal fog a Városgondnokság felújítani, és hát nyilván még az eszközök, bútorok fognak megérkezni, valamint a bölcsöde átköltözése várhatóan június végén tud majd megtörténni. Július 1-től tervek szerint 32 főhelyen 4 csoportszobával indul a Manc mini bölcsi. Egy 1906-ban épült, ikonikus épületet sikerült megmenteni Fehérváron. Erről már Varga Tamás beszélt a péntek délutáni bejáráson. Itt jártam el ezelőtt a ház előtt iskolába, és mentem haza ugyanitt a Rákóczi úton. Jól emlékszem erre az épületre, és ezért külön öröm, hogy ezt sikerült egyrészt megmentenünk, másrészt egy olyan funkciót adni neki, egy olyan feladatot, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ez lesz a Manc János mini bölcsöde. A kicsik július 1-től vehetik birtokba a megújult épületet, addigra kell átköltözniük a József Attila utcai Nyitnikék bölcsödéből. A négyzetméter az alapnégyzetméterre mindenképpen jelentős változás történik, sokkal tágasabbak a csoportok, sokkal több minden eszköz és játék bele fog férni, tehát így a gyermekek mozgásigénye rossz idő esetén is csoporton belül is könnyen kielégíthető, többfajta játékot tudunk berendezni, így a tevékenységi körök skálája is szélesedni fog. A teljes beruházás 150 millió forintba került, melyet részben Európai Uniós forrásból, részben pedig önkormányzati önerőből finanszíroztak.